Ez a második érdemi tárgyalás, ahol az előző alkalommal elkezdett védőbeszédemet, vagyis a vád által megfogalmazott 13 pontra való válaszomat előadom. Ez a válasz tudományos érvekre alapított és közéleti megszólalásokra alapított. Tulajdonképpen a mai alkalommal nagyon sokat beszéltem a WHO-ról, mint az egész COVID áljárvány mögött álló háttérintézményről, és amely egyedi uralmat, világuralmat szeretne szerezni rajta keresztül, nyilván az ő finanszírozó cégek, személyek az országok felett, és így módon Magyarország is elveszteni a szuverenitását. És sokat beszéltem arról, hogy háttér nemzetközi szerződések biztosítják azt, hogy kvázi markukban tartják az egyes országoknak a politikusait, és nem tudnak önállóan dönteni. Ugye szükség van arra, hogy az emberek hallassák hangjukat, hogy a politikusok is könnyebben tudjanak, legyen erő, ami mögöttük áll, hogy tudjanak lépni ezekkel a békjókkal szemben, amiket ránk kényszerítenek. Úgyhogy az előadásomnak még nincs vége. Még fogok beszélni a magam tapasztalatairól is, társadalmi benyomásokról, kik hogyan vesznek részt ebben. Elmondtam azt is többek között, hogy háború zajlik most, mégpedig nem olyan háború, mint amit eddig megszoktunk, hogy különböző országok, tömbök, katonai hatalmak, vagy vallási irányzatok, vagy ellenzék és kormány és hasonlók, hanem ez egy újfajta háborúzás, mégpedig az új világrendet akaró személyek és erők, illetve az azzal szemben álló felébredt emberek. Tehát az új világrendet akarók, ezek a zsarnokságot akarják, hogy mindenkit békjóba hajtani és elpusztítani. A vele szemben álló erők, akik egyre többen vannak az élet minden területéről, politikusoktól kezdve a vallási vezetőkig, közéleti személyiségekig és az utca emberéig, azok pedig a szabadságot akarják. És ez a kétféle erő, ez egyre eklatánsabban megnyilvánul, és szükség is van, hogy megnyilvánuljon, hogy a maradék emberek közül is minél többen felébredjenek még, mert ha nem ébrednek fel, akkor törvényszerűen az új világrendet akaró erő, ez el fogja őket vinni, el fogja pusztítani, megbetegíti és rövidíti az életüket. Tehát... Bocsánat, meg is lepett engem, hogy itt a bíróságon te erről beszéltél, szerintem nem sok ember beszél ilyesmivel. Meg hogyha tud is erről, akkor elkerüli, hogy miért gondoltad azt, hogy mégiscsak ezt szóba kell hoznod? Hát én úgy gondolom, hogy ez az egész eljárás, ez nem véletlenül történik. Valami feladatom van ebben, és ha már egyszer ebbe a helyzetbe jutottam, hogy megvádoltak azzal, hogy én rémhírt terjesztek, akkor muszáj szót emeljek az ellen, hogy itt vannak valódi rémhírterjesztők a világban, és hogy érzékeltessem azt, hogy nem az a háború zajlik most, mint amiről a médiák beszélnek, hogy Ukrajnában, meg Izraelben, meg hasonló, hanem mind arra szolgál, hogy azokat az embereket, akik nem veszik észre, hogy a mainstream propaganda az hamis, azokat az embereket mind rendkívüli módon rossz helyzetbe fogják hozni. És ez egy alkalom, ez egy lehetőség. Őszinte vagyok, nem keresem a hamis kiutakat, tehát ha már egyszer most én ebben a helyzetben vagyok, akkor elmondom. Még egy dolog, hogy látva azt, hogy te milyen részletesen fejtett ki ezt a problémakört, milyen nagy részletességgel kell a válláspontodat bizonyítanod, nem kellene úgy lennie, hogy a vád maga is ilyen megalapozottnak kellett volna lennie? Hát az, hogy a vád is ennyire megalapozottan beszéljen, az az ügyvédemnek a dolga. Ő ezt említette is, kíváncsi vagyok, hogy mit fog elmondani majd a vád beszédében.
kellenének nyilván valamiféle konkrét dolgok, hogy mivel is vádolnak engem, mert azokat, amiket elsoroltak, azokat úgy érzem, hogy elég alaposan próbáltam cáfolni. Minden mögött tudományos érvek állnak, és egyre több. Éppen a várakozás közben hallottam az egyik kolléganőtől Európából, hogy megjelent a napokban egy olyan tanulmány, hogy már 99 millió embernek az adatait tartalmazza, és bizonyítja, hogy az oltások milyen kárt okoztak, és hogy mennyi ember halálát okozzák. Tehát ezek egyre szaporodnak, és nincs kétségem, hogy előbb-utóbb ez oda fog vezetni, hogy mindazok, akik ezt az ármányt ránk szabadították, azok meg fognak jutni. Ki kell menni? Igen, a tűzhez. Ez a tűzhez.